Nézzünk akkor egy példát arra, hogy hogyan válik egy trauma transgenerációssá, hogyan mutatja meg magát, hogyan öröklődhet le egyik generációról a másikra, és remek lehetőség erre, hogy a török sorozatnak a második részét elemezve lássunk ebbe a folyamatba bele. Ugye, mielőtt tovább mentek a videóban, légy szíves, nézzétek meg magát az adott részt, nehogy az legyen, hogy Csigebogi leszpoilerezte az egészet. Tehát nézzétek meg, és főleg a nyitó jeleneten legyen a figyelmetek, mert ugye az fogja megmagyarázni, és az lesz a kulcsa a magának a, az adott problémának, amit felvetnek a második részben. És itt ugye Leila víziszonya, vagy vízundora kerül a középpontba. Már az első részben utalnak rá, tehát a sorozat első részében, hogy Leila nem megy bele a vízbe, sőt, minthogyha ilyen megmagyarázhatatlan pánik lenne úrrá rajta, amikor hozzáér a lábához a víz, és gyorsan ki is hátrál a tengerből. A transgenerációs mintázatok kapcsán azért akadnak el az emberek, és egy kicsit hitetlenkednek, illetve azért is fogadják el nehezen, vagy ismerik fel a mintázataikat, mert azt várják, hogy egy az egyben ugyanannak kell történnie, és na, hogyha tényleg hajszál pontosan ugyanaz zajlik le, na, akkor elhiszem, hogy ezt valamelyik felmenőmtől örököltem. Ugye az, hogy valakinek a hajaszíne, a testalkata, a megnyilvánulásai, beszéd, stílusa, vagy szorongása, depresszióra való hajlama az leörökölhető, ezt elfogadjuk. Ugye tök egyszerű ránézni valakire, hogy kékszemű, anyukája kékszemű, akkor tőle örökölte. Hogyha csontos, nagyapja csontos volt, akkor ő a nagyapjának a csontos testalkatát örökölte. Hogyha mondjuk valaki melankolikus volt, na az én gyerekem is melankolikus, a nagyanyára ütött. Tehát ezeket könnyedén elfogadjuk, de az, hogy valami problémára való hajlamot le lehet örökölni, vagy valamilyen traumát, mint például vagyonvesztést, rossz párkapcsolatokat, meddőséget, ilyet le lehet örökölni. Ezt már sokkal nehezebben fogadjuk el, főleg amikor ugye az életvitellel kapcsolatos dolgainkban keresgélünk megoldásokat, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy velem ez történik, vagy ez történt, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy magunktól felismerjük, vagy rálátunk arra, hogy na, ezt valamelyik felmenőnktől örököltük le. Ugye, mi sokan annyit értenek meg a második részből, hogy Leilának a víziszonya visszavezethető oda, hogy a dédi mamája az belefulladt a vízbe, vagy nagy valószínűséggel megölték a dédi mamáját. Ugye azért azt már mondtam, hogy sokkal több finomság és sokkal több réteg van megjelenítve ebben a sorozatban, mint amit csak elsőre gondolnánk, és ezért én egy mesterműnek tekintem ezt a sorozatot, mert nincs ez másképp a második része sem, ami ugye azzal kezdődik az első jelenet, hogy egy nő könyörög egy férfinak a tengerparton, hogy vegye föl a hajójára, hadd menjen vele. Ugyanis elkezdődtek a kitelepítések Krétáról, a görögök száműzték a törököket onnan, és hát ez a nő ugyan görög, tehát ő maradhatna a szigeten. Viszont a férje és a gyermeke török, akiket már elvittek, elszállítottak Krétáról, és a nő szeretné őket megtalálni. És ezért kéri a szomszédját, aki szintén török volt, és éppen menekült el Kréta szigetéről, hogy vegye föl a hajójára, vigye magára, hadd találja meg a férjét. És ez a férfi kelletlen, de felveszi a hajójára ezt a nőt, és a film ugye úgy mutatja be, hogy megölte a nőt a későbbiekben, belehajította a tengerbe, a
csak sok autó megy itt el alattam. Szóval, hogy belehajította a vízbe ezt a nőt, az, aki felvette a hajójára. Ugye maga Leila, aki elmeséli a történetet, és aki a leszármazottja ennek a dédi mamának, ő csak annyit tud, hogy nagy valószínűséggel a nála lévő aranyak miatt valószínű, hogy megölték. De ugye ezt homály fedi, hiszen nem voltak ott a ladikban, és csak a hulláját a tenger kimosta partra, úgy találták meg. És ugye ebből már megérthetjük azt, és Leilának is leesik, hogy hát ő utálja a vizet, és akkor ide kapcsolható. Tehát látjátok, itt csak egy aspektus az, ami megismétlődik, hogy a víz veszélyes. Tehát, hogy a víz az halált okozhat. Nem kell ahhoz, hogy téged valaki evezőlapáttal fejbe verjen, nem kell, hogy neked sok pénzed legyen. A víz maga lesz az, ami beindítja az emlékezést, hogy a víz az halálhoz vezethet, ezért nem praktikus, hogyha belemész. És látjátok, még nem is kellett az, hogy ő vele valami történjen gyerekkorában, tehát hogy a Leila mondjuk beszakad alatta a jég, vagy lenyomják a fejét víz alá, tehát semmi ilyesminek nem kellett történnie. Neki az volt a traumát aktiváló mozzanat, hogy a víz hozzáér a lábához, és itt az emlékezet, ugye ez a transgenerációs emlékezet a kollektív tudatalattiból megjelenik, és a víz veszélyhordozóként van elraktározva az ő információi között itt valahol a háttértárban. Na de hát sokkal több finomság van itt ebben a jelenetben, ezért nézzük már meg, hogy mi is az, amit a jelenet elmond nekünk, és hogyan lehet azt összekötni még a filmben összeszedett információkkal. Nem beszél róla a film, tehát félre ne értsetek, ezt már nem fogja nektek ott Zeman úr kielemezni. Amit itt mindenkinek tanúságára legyen mondva, hogy egy víziszonynak lehet a hátterében egy ilyen családi történet. Itt zárójelben megjegyzem nektek, hogy nem csak ez lehet mögötte, tehát nem csak egy ilyen fulladás lehet egy víziszony mögött, hanem például, hogyha valaki magzatként, vagy a szülőcsatornába elakadt, és ott megfulladt. Ugye ez egy vizes környezet, és ahogy jön ki, ott megfullad, ez például későbbi generációknál okozhat víziszonyt. Vagy ugyanígy lehet az, hogy valaki beleesik a vízbe, belecsúszik, leszakad a part alatta, és ott újra kell őt éleszteni, akkor egy későbbi leszármazottnál ez okozhat víziszonyt. Tehát látjátok, nem kell 100%-ban ugyanolyannak lenni, hanem mondjuk a víz, a vizes közeg az, ami beindítja magát a traumatizációt. Na, és akkor miről is van még szó itt ennél a jelenetnél? Tehát figyeljetek! Az egyik dolog az, amit tudunk, hogy ugye a nagymama, vagyis a dédimama a férje után indul el, mert hogy ugye eltűnt a férje, hiszen elszállították őket, kitelepítették őket. Mit tudunk Leilának a férjéről? Csődeljárást indítottak ellene, illetve adócsalásért, megvesztegetésért, meg mit tudom én még miért keresik. Nincs meg. Leila az egész fejezeten keresztül állandóan azzal van elfoglalva, hogy hol van már az ő férje, miért tűnt el az ő férje. Látjátok, itt is az aspektus ismétli magát. A dédi mamának eltűnik a férje, Leilának eltűnik a férje. Az, hogy miért tűnik el, az a második kérdés. Az első maga, tehát hogy értsétek, hogy a mintázatnak egy része ismétlődik, vagy úgymond a megnyilvánulási formája, én ezt úgy szoktam mondani a vendégeimnek, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy fekete-fehér filmet. Fekete-fehér filmen annyit tudunk, hogy a nőtől eltűnt a férje, másik fekete-fehér film, a nőnek eltűnt a férje. Csak a kis feliratok, ugye, amit a fekete-fehér filmeknél régen feliratozták, hogy na most ez a szereplő ezt meg ezt érzi, na most ez a szereplő ezt meg ezt fogja csinálni.
Ugyanígy kell ezt is elképzelni, hogy a moziban annyi látszik, hogy eltűnt Leilának a férje, ugyanúgy, ahogy a Dédi mamának eltűnt a férje. Mi a második mozzanat? Ugye, hogy a Dédi mama is keresni szeretné a férjét. Mi a Leila életében a fő mozzanat? Keresi a férjét. Életkorban helyel közel ugyanott vannak, mert ugye azt mondja, hogy a fiam és a férjem tűnt el. Ugye Leilának is van egy fia, nagy valószínűséggel a Dédi mamának a fia is, tehát a Leila nagypapája is ilyen 10 év körüli, 10-12 év körüli gyerek lehetett, amikor az egész történet velük megtörtént. Akkor, ugye itt van az, hogy a nagymamát az aranya miatt ölhették meg. Ez mit üzen? Figyeljétek, tehát az arany miatt ölik meg. Ez azt üzeni számára, az utókor számára, hogyha pénzed van, ha vagyonod van, akkor az életeddel is fizethetsz azért. Tehát az életedbe is kerülhet, hogyha nálad pénz van. Hogyha nálad vagyontárgy van. Erre nézzétek meg, mi történik a Leila életében? A férje elúsztatja a vagyonukat. Érdekes, ugye ez a szó? Elúsztatja a vagyonukat. Eltünteti a vagyonukat. Tehát egy férfi öli meg a Dédi mamát a vagyona miatt, ugyan Leilát nem öli meg a férje, de ugyanúgy egy férfi okozza a vagyonvesztést. Látjátok, még csak nem is a saját családtagja, mint ahogy a Leilának a férje. Itt is megint a mozzanat a lényeg, hogy a fekete-fehér filmen az látszik, hogy egy férfi veszi el a nőnek a vagyonát a Dédi mama időszakában. Most is mit látunk? Egy férfi veszi el a vagyonát a Leilának. Akkor itt a vagyonvesztés kapcsán van még egy aspektus, mert mire kényszerül Leila? Arra kényszerül, hogy miután a férje eltűnt, el kell adnia az ingóságaikat, el kell költöznie azért, hogy fönn tudja saját magát tartani. Mit csinált a Dédi mama is? Egy szál kis kendőbe volt az összes vagyona, és hogy mindent hátra kellett hagynia, hogy új életet tudjon kezdeni. Az egy másik kérdés, hogy nem sikerült ezt befejezni, ezt a programot, mert ugye megölték, de hogy ugyanez van, hogy a Leila ugyanígy belekényszerül abba, hogy a saját életét újra kezdje azért, mert hogy az ő férje tönkretette a vagyoni helyzetüket. Tehát, hogy még ez is ugyanaz a két történetben. Akkor várjatok, megnézem a jegyzetemet, hát ha még valamit írtam ide fel hozzá. Igen, tehát, hogy a férje miatt el kell költöznie, ugyanabban az életkorban vannak, elszakadnak egymástól, egy férfi viszi el a vagyont, igen, vagy ugyanígy helyzetük megváltozik, igen. Na, akkor mindent elmondtam ezzel kapcsolatban. Tehát látjátok, hogy az előtörténet, a vízbefulladásos sztori nem csak azzal van összefüggésben, hogy a víztől fél Leila, hanem láttátok, hogy hány meg hány aspektusban kapcsolati szinten megismétlődik a történet, anyagi helyzet szintjén megismétlődik a történet, az élet körülmények, az élet színvonalnak a megváltozása mind-mind ismétli önmagát a leszármazó generációban. Tehát látjátok, egy trauma a múltban, amit a Dédi mama, ami a Dédi mamával történt, ez a trauma, nem egy per egyben ismétlődik meg egy dédunokai, tehát negyedik generációs, azt hiszem negyedik generáció, vagy harmadik, mindegy. Tehát, hogy ezen a generációs szinten a filmnek a története, az ugye, mit tudom én, tegyük fel, hogy 2022-23-ban játszódik, tehát, hogy ami a múlt században történt a Dédi mamával, annak hány meg hány aspektusa mutatja magát most itt a 2000-es évek, 2020-as években. Ami ott a múltban történt, az elindít egy olyan tudást, hogy a víz az halálhoz vezethet, a vagyon az életedbe kerülhet, elszakadhatsz a férjedtől és a gyerekedtől, ha
hogy az élet belekényszerít a költözésbe, tehát ezt úgymond úgy örökítette tovább a dédi mama szándékán kívül, hogy mint egy tudást, tehát hogy ezt nem szabad úgy tekinteni rá, hogy jó tudás, rossz tudás, hanem ez csak egy információ, és ezt az információt az utódok, azok viszik tovább, mert ezt tanultuk. És az hozza meg a feloldozást, ugye a Leila számára is, hogy gyújtson egy gyertyát a dédi mamájának az emlékére, hajtson fejet az ő nehéz sorsa előtt, és ugye az a megértés, hogy ő felismeri, hogy a jelenben ő azért cselekszik úgy, ahogy, ugye itt a jelenben fél a víztől, mert a dédi mamával történt valami, de az a dédi mamának a története, és hogy azért is kell beszélni a felismerésről, ugye így az ősszel, hogy ráhangolódik, rágondol, mert ezzel visszaadja azt, hogy dédi mama, ez a trauma veled történt, tényleg a te esetedben a víz az veszélyt jelentett, a te esetedben a vagyon az veszélyt jelentett, de hogy én most 2024-ben a saját életemet élem, és hogy ami a tiéd, ami veled történt, az maradjon a te történeted, én pedig a saját történetemet szeretném írni. Szóval, hogyha bármit is felismertetek a videót hallgatva, ha gyanús nektek, hogy lehet, hogy ti is valamit így ismételtek a múltból, akkor gyújtsatok egy gyertyát annak az ősötöknek, és mondjátok el, hogy mi a felismerésetek, és emlékezzetek azokra, akik elmentek, hogy nehéz sorsuk volt, de ők is élték az életüket, és az, hogy nekik nehéz sorsuk volt, nem jelenti azt, hogy nekünk ugyanazt a sorsot kell élnünk, de nem fordulunk velük szembe, hanem csak elfogadjuk azt, hogy az ő életük úgy zajlott, és mi élhettünk másik életet. Na, szerintem tök jól sikerült ez a videó. Jövök majd a harmadik résznek az elemzésével is.